a legnagyobb székely Orbán Balázs születésének 195. évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepségre 2024. február 3-án kora reggel indult útnak városunk képviseletében Muraközi István polgármester, Bónáci János alpolgármester, Nagy László képviselő és Hegedűs Imre a zeneiskola igazgatója, hogy a meghívásnak eleget téve képviseljék városunkat ezen a jeles eseményen. Székely-Lengyelfalvára igyekezve az indulást követően rövid időre megálltak és megkoszorúzták az Orbán Balázs téren található, a néhai Kuruc Imre szobrászművész által alkotott Orbán Balázs portré domborművet. Az úti cél a körülbelül 400 kilométerre lévő Székely-Lengyelfalva, Orbán Balázs szülőfaluja volt. Az utat kedvező időjárásban elfogadható útviszonyok mellett tette meg a delegáció. A délutáni órákban szerencsésen megérkeztek a lengyelfalvi katolikus templommal szemben lévő szálláshelyre. Az utazás fáradalmait kipihenve korán kezdődött el a napi program. A római katolikus templom előtt gyülekeztek az emberek a 10 órai misére. A programsorozat a Szent Misével kezdődött, amit Márton József főesperes celebrált. A mai evangéliumban ugyanezt halljuk. Jézus tanító úton van, amikor tesz embertársaiért. Nem csak szavakban tanítja őket, hanem meggyógyítja a betegségben szenvedőket. Reményt és vigasztalást ad embertársaiért. Krisztusban szeretett testvéreim. Nekünk emberként és keresztényként is ez a feladat. Az erények gyakorlása által szolgáljuk Istent és embertársainkat, hogy valóban többé, szebbé, nemesebbé tudjuk tenni közösségeinket, nemzetünket. Bárjuk meg mulasztásainkat, kérjük bocsánatot és gyógyulást minden bűnünkre, minden szeretetlenségünkre. A megemlékező ünnepség következő mozzanataként Lászlófi Árpád, orgona és zongora művész pedagógus orgona játékát hallgathatták a jelenlévők. A zenei élmény után Orbán Balázs szobránál emlékező beszédekre és koszorúk elhelyezésére került sor. Elsőként Bálint Domokos, az Orbán Balázs Alapítvány elnöke kapta meg a szót. Ezt követően többen elmondták ünnepi gondolataikat. Kedves székely-lengyelfalviak, kedves megemlékezők, kedves berettyóújfalusi küldöttség, előjáróink, barátaink, testvéreink! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ígérem, hogy nem fogom húzni a szót, mert hideg van, de pártállástól függetlenül közelebb lehet állni egymáshoz. Elsőként szeretném megkérni az Orbán Balázs Alapítvány elnökét, falustársunkat, Bálint Domokost, hogy köszöntse a jelenlevőket és ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Engedjék meg, hogy az Orbán Balázs Alapítvány nevében köszöntsem nagy szeretettel mindnyájukat. Tisztelt megemlékező! 2024. február 3-át írunk, mely napon nemzeti közösségünk kiváló személyiségének születése 195. évfordulóját ünnepeljük, születési helyének közelségében, ahová gyökerei a földbe kapaszkodtak, ahonnan a nagy kalandok útjára indult, hogy horizontot nyisson az akkori idők embere számára, hogy fogalmat alkothassanak Erdély közel-kelet történelméről, történelmi nevezetességeiről. Orbán Balázs, kinek bölcsője Lengyelfalván ringott, életpályája üstökösként sugárzott ki székely vérei közül, kinek emlékezete Ércnél maradandóban vésődött nemzete lelkébe, ennek a nagyságnak emlékét idézzük. A jelenkor körülményei
melyek közt Orbán Balázs emlékezetét megidézzük, felettébb veszélyesek, legnagyobb lelki kincsünk, nemzeti öntudatunk épségére. Én úgy gondolom, hogy éppen azért vagyunk itt, hogy tanúságtevőként megcáfoljuk, ellenmondjuk annak az ideológiai áramlatnak, mely a nemzeti öntudatunk, a nemzeti kultúrák lerombolását tűzte zászlajára határtalanul. A jelen idő korszelleme nem arra ösztönzi az embert, hogy emlékezzen, tiszteletét és kegyeletét róhassa le nagyjaink előtt, hanem ezen fogalmak tartalommal való kitöltését a feledés homályába, a kultúra eltörlés kompetenciájába utalja. A ma kommunikációs rendszere, amely nagyon is befolyásolja életterünket, mindennapjainkat, gondolkodásmódunkat, mindent, ami életvitelünkhez kapcsolódik, a múlt és a jelen közötti viszonyrendszer lényegének minimalizálását, fölöslegessé tételét kényszeríteni ki, hivatkozva annak káros hatására, olyan látszatkeltést tárva elé, mintha a múlt és jelen között nincs összefüggés, holott aranymondásként hangzik, a múlt iránytűje a jövőnek. Beszédes bizonyítékok azok a történések, melyeket különböző hírcsatornák sugároznak, hogy miként gyaláznak meg szobrokat, festvényeket, templomokat, világhírű zeneszerzők műveit bírálják elmarasztalóan. Nem törődhetünk bele a ma rejtélyes spekulációk, manipulációk, megtévesztő tevékenységek aktivizálásába, melyeken keresztül az elkövetkező fiatal generációk tudatmódosítását szorgalmazzák, mivel az a nemzet önsarvadását, nemzettelenítését, önpusztítását, és még lehetne sorolni a negatív hatások végtelenségét és azoknak következményeit. Orbán Balázs egy különös személyiséget testesít meg, aki hazáját, nemzetét önzetlenül szereti, ahogy azokat egy halandó képes. Én bálványozom hazámat, talán azért, mert szerencsétlen, mert fiai ápolására, védelmére igen van szorulva. Én nem tudnám soha felcserélni azt más, boldogabb hazával. Én csak itt akarok élni, mert gyökerem a földben nőtt, csak ebből a tud tápanyagot elválasztani, és itt akarok elhalni, védve őt, s a megvédhető nem lenne, romjai felett síránkozva, és romjai közé temetkezve. Részben lehangoló hangulatú vallomás hazaszeretetéről, hiszen a politikai krédójával ellentétes eszmerendszerben politizál, a politikai-gazdasági összeomlás látszatát vetíti előre, kimondván azt, hogy a jelenkor hatalmai nemzetünk temetőjévé igyekszik átváltoztatni e szép hazát. Ezen pár gondolatot igyekeztem megosztani önökkel, ezen jeles megemlékezés alkalmával. Olvasható valahol az ősök tisztelete és érdemeik elismerése az erények közé sorolható. Bízom abban, hogy erényeink itt létünkkel gyarapodtak. Köszönöm. Bálint Domokos ünnepi beszédét követően András Benedek unitárius lelkész, Zsombori Levente felső Boldogfalva polgármestere, Antal Lóránt szenátor a csíkszeredai főkonzulátus képviseletében, Bíró Barna Botond az RMDS udvarhelyszéki szervezetének vezetője helyezte el koszorúját, majd mondta el ünnepi gondolatait. Végezetül Földi László országgyűlési képviselő, Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója üdvözletének tolmácsolásával kezdte ünnepi beszédét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves székely testvéreim, kedves emlékező közösség! Mindenekelőtt engedjék meg nekem, hogy Orbán Balázs a miniszterelnök úr politikai igazgatójának,
üdvözletét tolmácsoljam, aki elvállalta ennek a mai rendezvénynek a fővédnökségi tisztét, de sajnálatos módon nem tudott eljönni erre a mai ünnepségre, és nagy szeretettel küldi jó kívánságait a székelységnek, köztük a lengyel falviaknak, de nem csak itt, hanem az egész Székelyföldnek, akik egyébként neki is vannak székely gyökerei, Orbán, nem az bár Orbán Barázsról beszélek nyilván, hanem a miniszterelnök politikai igazgatójáról. 200 Orbán Balázs sem meg tudná dönteni harmadik Napóleon császárságát. Nem kisebb nagyság kiáltott felé, amikor felé megismert Orbán Balázst, mint Victor Hugo. 200 Orbán Balázs. Belegondolni is hátborzongató, hiszen a neki adatott 61 földi esztendővel ez az egy Orbán Balázs is oly kalandos és gazdag életutat tudhatott maga mögött, ami másoknak sokszor 100 év alatt sem adatik meg. Bárói család sarja volt, főúri címét azonban sohasem használta, és puritán egyszerű életet élt. Benedek Elekkel és Kriza Jánossal népmeséket és tájszavakat gyűjtött. Egy reneszánsz ember volt, mintha csak Jókai Mól, Verne Gyula és Rejtő Jenő gyúrta volna össze egy személyben a legeredetibb főhőseinek alakját és sorsát. Úgy szokták jellemezni őt, hogy a nyughatatlan székely. Miért? Van másmilyen széke is? Kérdezhetnék vissza kevélyen, és én meg is teszem, hiszen a székelység számomra a magyar nyughatatlanság bizonyítéka, a magyar nyughatatlanság pedig hitem szerint a magyar megmaradás záloga. A magyar megmaradáshoz bizony sok Orbán Balázs kell, nem 200, nem 200 ezer, hanem 2 millió, vagy még annál is több. Orbán Balázs megtette, amit kell, még többet is, mint amennyit egyetlen embertől elvárhatunk. Orbán Balázs hitte és hirdette, ismét őt idézem, a székely a magyar királyság hegylakói közt a legmegbízhatóbb és legnemzetibb érzületű nép gyémántja a koronának. Magam is így gondolom ezt, anyaországi magyarként, Orbán Balázs kései képviselői utódjaként, nemzetértelmű hazafiként, kereszténydemokrata polgárként mindig különleges érzés és hatalmas megtiszteltetés nekem Erdélybe és a Székelyföldre látogatni. Mint a hazajöttem volna. Itt még súlya van a szónak, sőt a magyar szónak még tétje is van. A székelyek világlátása, munkabírása, hite, humora és kitartása nem egy távoli exotikum, hanem közeli minta és példa kell, hogy legyen minden magyar számára, aki a trianoni határokon belül éli az életét. Igen, tudom, hogy a helyes minta felismerése, a jó példa követése nem mindig egyszerű feladat. Orbán Balázs élete és munkássága, főleg néhány politikusi, választási kudarca arra int bennünket, hogy a tömeg nem mindig szereti azt, aki haladásra, cselekvésre ösztönzi. Sőt, a tömeg néha szinte gyűlöli az olyat, aki nemes életével a maga gyöngeségére emlékeztet másokat. A helyes út nem a legkönnyebben járható, ezt Orbán Balázs is tudta, hiszen egyszerű daróc ruhájában, gyalog vagy szekéren bejárta a Közel-Keletet és Székelyföld minden zegzugát, a legkisebb templomig, a legapróbb váromig minden följegyezve, lerajzolva, lefényképezve. Minden céljához nehéz út vezetett, de soha nem adta fel. Ez a legfontosabb tanítása számunkra, akiket arra rendelt a sors, hogy a magyarság akarata, hogy a közjogilag egyesített nemzet megmaradását és gyarapodását szolgáljuk. Ez a mi munkánk, és nem kevés, ahogy a József Attila mondta. De hát a magyar, a székely különben is tudja, könnyű munka nincs, mert ha könnyű lenne, nem is lenne munka. Azt mondom tehát, hogy Orbán Balázsokat a vártára, a szérjükre, a gyepükre, minden őrhelyre. Ha kell 200-at,
ha kell 2 milliót. Mert a magyarság, a székelység nem volt biztonságban, nincs biztonságban, és soha nem is lesz biztonságban. Miért mondom ezt? Azért, mert egy olyan korban élünk, amelyben a globalizáció éhes hiénaként fajja fel a nemzeti közösségeket, amit pedig meghagy, az csapatokra tépve szétszórja. Olyan korban élünk, amikor hitehagyott és cinikus hatalmak, politikai és kulturális diktátorok, emberek milliárdjait terelik be az online élet üres palanszterébe. Olyan korban élünk, amikor a színvonaltalanul szórakoztató tömegmédia hatására egyre több embert jobban érdekel a világ túlsó felén egy ismeretlen idegen semmittevése, mint a szomszédja vagy szeretteinek élete. Olyan korban élünk, amikor tortul a széthúzás, a gúnyolódás, az udvariatlanság, a méltánytalanság, a műveletlenség és az önzés. Közben pedig egyre több helyen csap fel a háború vagy a klímaváltozás erdőtüzeinek lángja. Fordulóponthoz, hatalmas próbatételhez érkezett az emberiség. Tudósok már arról beszélnek, hogy egy újabb kihalás korszakába léptünk, és ez az első, amit az ember idézett elő. Én azt mondom, hogy az emberi természet is nagy veszélyben van. Nagyobb veszélyben van, mint a Föld. Orbán Balázs még hitt. Hitt abban, hogyha mindenhová elmegy, ha mindent összegyűjt, akkor az utókor vigyázni fog ezekre a szellemi kincsekre. Ő tudta, hogy ha nem marad fenn a kultúránk, akkor nem marad semmink. Akkor feloldódunk, asszimilálódunk, eltűnünk a történelem süllyesztőjében, mint előttünk oly sok más, a magyarnál a székelynél nagyobbnak, erősebbnek, gazdagabbnak, befolyásosabbnak gondolt bizonyult nép. Azt, hogy él nemzet a hazán, ezt azt a kultúrának köszönhetjük, de hosszú távon egyetlen közösség nem maradhat fenn, amely nem szabad és nem önálló. Magyarország fájának gyökereit senki sem tudja kitépni a nemzet termőtalajáról. Élünk, virágzunk és learatjuk a termést, mert minden magyar összetartozik. Orbán Balázs is ebben hitt. Ezért dolgozott fáradhatatlanul országgyűlési képviselőként is, amiről kiadott parlamenti beszédei tanúskodnak. Még inkább a végrendeletének egyik mondata, amely méltán lehet minden magyar, minden székely örök testamentuma. A nemzetek életképességét és hatalmát ma már nem annyira a nyerserő, nem is kizáróan a hősiesség, hanem a népek műveltségi fokozata és szellemi fejlettsége szabja meg. Figyelmük megtisztelő volt számomra. Berettyó újfalusi vendégeink egy kis zeneajándékkal készültek számunkra. Felkérem szépen Hegedűs Imre urat, hogy trombita játékával egészítse ki. Programok a helyi művelődési házban folytatódtak, ahol elsőként Balázs Ádám, a legnagyobb székely Orbán Balázs élete és munkássága című könyvét László Lóránt és Hászabó Gyula mutatta be. Balázs Ádám könyvét mutattuk be, ez az első Orbán Balázs életrajz.
Ő egész hát fiatal korától Balázs, Orbán Balázsnak volt a, és illetművének volt a kutatója, és hát jól tette és vette a bátorságot, hogy megírja Orbán Balázsnak az életét, a munkásságát egy 200 oldalas könyvben. És hát a könyv nagyon olvasmányos, nagyon szépen végigveszi ezt a gyönyörű életművet. Bemutatja azt az Orbán Balázst, aki gyakorlatilag Szejkefürdőt, a saját birtokát próbálja hasznosítani, fejfejleszteni, de az embert is. Bemutatja azt az Orbán Balázst, akit közel hoz hozzánk, bemutatva a, hát gyakorlatilag a szerelmi életét, a különböző kalandjait, igazából közel hozza hozzánk ezt az embert. Korábban ezt senkinek nem sikerült megtenni. Első módszeres monográfia Orbán Balázsról. Akkor is, ha megkésett, akkor is illik neki örülnünk. De a másik pedig az, hogy nyilván egy csomó utat kinyit, egy csomó lehetőséget kaput az Orbán Balázs életmű megismeréséhez, és arra bátorítja, buzdítja a kutatókat, irodalmárokat, történészeket, de más szakeket, például a fénykép fototörténészeket, hogy alaposabban megismerni ezt a munkát, ezt az embert, ezt az egész életpályát, mert mindenképpen nagyon sok még feltáratlan vonatkozása van. A könyvbemutató után Bálint Domokos egy Orbán Balázst ábrázoló teljes alakos portréjával és egy erre az alkalomra készült emléklappal ajándékozott meg több meghívott vendéget. Az emlékünnepség kultúrműsorral folytatódott. Dicsérem őt, ki 195 év távolán át tekinget most bölcsőjéből felénk. De hogy dicsérjem? S lehet-e dicsérnem a minden tisztől húzódó szerint? Ki rangján, módján alul mostohán élt, hogy annál többet tehessen fajáért. Szavalatok elhangzása után a rendezvény a helyi kenderes néptánccsoport előadásával zárult. Muraközi Istvánt, Berettyújfalu polgármesterét arra kértük, hogy foglalja össze a nap eseményeit. Azt gondolom, hogy nem csak én, hanem minden résztvevő megerősítést nyert abban, hogy egy rendkívül tartalmas és mély érzelmeket kiváltó napnak a végén vagyunk, bár 195 éve született Orbán Balázs a legnagyobb székely, akit mindenki így emlegetett, aki a Székely-Lengyelfalva legnagyobb szülöttje volt, és egy rendkívül kalandos életutat bejárt, majd azt követően a országgyűlésben is munkálkodva. Milyen hatással van az itt élő embereknek közel 200 évvel születését követően? Jó volt látni, hogy nem csak a egyházi, nem csak a világi méltóságok, országgyűlési képviselők, szenátorok méltatták az életét, és helyeztek el többek között Berettyőfalu küldöttségével együtt koszorút a szobránál. Mi a Berettyőfalu küldöttség természetesen koszorút helyeztünk el a szobornál, illetve a család egykori épületénél a jelenlegi iskolai épület, melynek a falát 2015 óta többek között Kuruc Imre Berettyőfalui szobrász művésznek az emléktáblája is díszít. Itt is úgy gondoltuk, hogy egy koszorú elhelyezésével keretbe tudjuk foglalni a Berettyőfalu jelentőségét Orbán Balázsnak. Azt gondolom, hogy ez a nap is megerősített minket abban, hogy ezek a történelmi személyiségek valóban hatalmas életutat mondhatnak magukénak, és közel 200 évvel születését követően is még mindig jelentős. Többek között nekünk is, ahol bár megtudhattuk az itteni előadásokból,
hogy Székely keresztúron elveszítette az országgyűlési választást, annak ellenére, hogy halálát követően valóban mindenki a legnagyobb Székelynek mondta, hisz életében olyan jelentős munkákat tett le az asztalra, mint a Székelyföld leírása és a Székelyföldnek a teljes bejárása, amellyel valóban ismertté tette egész Európa számára a szűkebb és tágabb szülőföldjét. De ezt követően Berettyőfalóban egy időközi választás követően 1881-től egészen haláláig 1890-ig az országgyűlésben Berettyőfaló és környékének az országgyűlési követe volt. És innen a kapocs, és jó látni, hogy az anyaországi és a Székely, hogy a fiak ezt ápolják, ezt a hagyományt, és jó, és örömmel jövünk mindig, hogyha elhozhatjuk a szülőföld az anyaországnak az üzenetét. Jó látni, hogy országgyűlési képviselő, mint Földi László országgyűlési képviselő is fontosnak tartja, hogy itt legyen ezen az alkalmon a konzulátus részéről a Székely országgyűlési képviselők is itt voltak, és együtt ünnepelhettük, és a falu apraja nagyja fontosnak tartja, hogy a Székely-Lengyelfalva a legnagyobb szülöttjének az emlékét ápolják. Jó volt hallani azt, hogy a kötet bemutató szerkesztői már felhívták a Orbán Balázs alapítványnak a vezetőinek a figyelmét, hogy készülhetnek a 200 éves évfordulóra, ami 5 év múlva lesz. Én azt gondolom, hogy az nem csak Székely-Lengyelfalvának, nem csak Székelyföldnek, hanem az egész magyar nemzetnek egy nagyon jelentős dátuma lesz. Ezzel tovább tudjuk erősíteni a magyar nemzet fiai és lányai közötti összetartozást, a határokon átnyúló nemzet egyesítést. Az ő személye remek példa arra, hogy hogyan lehet szolgálni szülőföldünket és az egész magyar nemzetet. Orbán Balázs mind a politikai, mind az egyházi vezetőknek és mindannyiunknak példát mutat. A maga vagyonából és pénzéből önzetlenül támogatta a magyar kultúrát, a székelység megmaradását, népének szellemi alapját gyarapította.